Aznap reggel viszont, már kora hajnalban, Kamor átvitte a lovat és a kocsit a házoldalához, hogy közelebb legyen majd, amikor felpakolja a nagyládát az egyheti elemózsiával és az üres zsákokat. Azután még lement a sziklaterembe előkészíteni a fagyöngyös főzethez szükséges kellékeket. Igazán még hozzá sem kezdett, amikor szaladó lábak dobogását hallotta, aztán némi csörömpölést, majd egy nagy durranással becsapódott fölötte a csapóajtó. Végül egy kattanás hallatszott, ő pedig ott maradt bezárva a padló alá. Kamor kiabálni kezdett, hogy engedjék ki, de teljesen hasztalanul. Válasz nem érkezett kintről, annál inkább víz. Előbb csak csordogált a csapóajtó deszkái közt, de aztán már zúdult, s a vízszint makacsul emelkedett. A galibát természetesen a két manó okozta. Az történt ugyanis, hogy amikor Tramini felébredt, és kinézett a tetőtéri szobájuk ablakán, nem látta cuhát és a kocsit a pajtában. Fur, mint fur, mint ébredj, kiabálta, és két kézzel rázni kezdte a még vékésen szunyókáló testvérét. Kamor már el is ment, újságolta izgatottan. Furmint álmosan nyújtózott, pislogott, azt sem tudta, mi történik éppen. Csak lassan fogta fel, hogy már nem álmodik, pedig még igencsak lett volna kedve. Ha elment, hát elment. Már azt hittem, hogy ég a ház. Morcogott, aztán visszadölt az ágyba, és a fal felé fordult. Tramini nem hagyta annyiban. De hát kamor megmondta, hogy ne lustálkodjunk egész nap. Rőzsét kell gyűjteni, mire hazaér. Na akkor még éppen egy teljes hetünk van, motyogta furmint. De ha te délig durmolsz, semmire nem jutunk. Én pedig nem fogok helyetted is dolgozni. Furmint szó nélkül a fal felé fordult, és feje búbjáig húzta a takarót. Olyan lusta vagy, mint az aludt tej. Gyerünk mosakodni, erősködött Tramini. Én ugyan le nem megyek a patakhoz. Ha csak az nem jön be ide, én meg nem mosakszom, dörmögte a takaró alól. Tramininak nem kellett kétszer mondani. Magára kapta ruháját, és kiviharzott a házból egyenesen a forgóvájúhoz. Felmászott az álványon, kihúzta a reteszt, aztán belekapaszkodott a kötélbe, amivel fordítani lehetett a szerkezetet. Húzta, húzta, ahogy csak bírta, és egészen az emeleti ablakhoz irányította. Jól kikötözte, aztán uszgyi a zárkőhöz. Milliószor látta, hogyan nyitja meg kamor. Csak egy kicsi vizet akart átengedni rajta. Épp csak annyit, hogy kilöttyintse az ágyból azt a világlustája furmintot. Ha patak kell az ágyba, hát kapsz, gondolta magában. De arra nem számított, hogy a meglóduló víznek valamivel nagyobb ereje van, mint neki. Amint résnyi utat talált a patak, rögvest özönleni kezdett a nyíláson át. Az átszúduló víz olyan lendülettel fordította el a zárkövet, hogy a fogantyút markoló traminit jókora ívben elrepítette, egészen a pajta melletti szénakazalba. Akkor már persze fur, mint is lélek szakadva rohant le a lépcsőn. Szegény el sem tudta képzelni, mi szakadt a nyakába. Már éppen jó ízűen visszaszenderedett, amikor zúgva, csobogva kijöntötte ágyából az elszabadult patakvíz. Eleinte azt hitte, Tramini locsantotta rá egy vödörből. Dühösen feltápászkodott a padlóról, de a legnagyobb döbbenetére semmi vödör, semmi Tramini, hanem bizony az ablakon keresztül tódult be az áradat ott állt csurom a szoba közepén, és érezte, hogy itt csak egy megoldás van, a futás. Igyekezett is, ahogy a lába bírta. Csak hogy a lépcső alján az utolsó fokon megcsúszott. Összeakadt a bokája, és nagyokat bucskázva nekigurult a padlóról felnyitott csapóajtónak, az pedig nagy duranással becsapódott, de úgy, hogy még a retesz is rákattant. Szerencsére nem ütötte meg magát nagyon a manó, felkelt, és a csapóajtóval mit sem törődve futott ki az udvarra. Körülnézett, és némikép értetlenül állt a látvány előtt. A forgóvájú kikötve a falhoz, a patak rohan be a házba, Tramini meg sehol. Hirtelen nem volt jobb ötlete, szaladt az zárkőhöz, hogy visszafordítsa. Neki feszült két kézzel, két lábbal, de moccintani se tudott rajta. Időközben Tramini is előkecmergett a színak az alajából. Pár pillanatig neki is eltartott, mire felfogta, hogy mi történt. Először csak lesepregette magáról a szalmaszálakat, és mivel sejtette, hogy mint, nem lesz túl elégedett az ébresztő miatt, csak komótosan indult a ház felé, ahonnan viszont már jött kifelé a víz. No, ekkor kezdte gyanítani, hogy komolyabb a helyzet, és az a legkevesebb, hogy mit fog a fejéhez vágni mint egyáltalán ekkor vette észre, hogy testvére már a zárkővel bajlódik. Szaladt hát ő is segíteni, menteni a menthetőt. De ketten sem boldogultak a patak erejével. Bemásztak a vájúba, hogy maguk állják útját a víznek. Tolták, vonták a zárkövet, de újra és újra kicsúszott alóluk a lábuk, és víz alá merültek. Mégsem adták fel, Derekasan küzdöttek, hogy megállítsák a katasztrófát, ám minden igyekezetük hiába való volt. Kimerülten és lihegve csak arra tudtak gondolni, hogy itt a vég. A sziklaterem a ház alatt már bizonyára színültig megtelt, és a felbecsülhetetlen kincset érő könyvek, varázsszerek mind oda lesznek, amiért minimum a fejüket veszi az öreg varázsló, amikor hazatér. Ha csak vízbe nem fúlnak addigra. Sejtelmük sem volt róla, hogy kamor nemhogy el sem ment még, hanem igencsak nyakig van a vízben. Így aztán rettenetesen megijedtek, amikor azt érezték, hogy egy-egy erős kéz megragadja és kiemeli őket a vájúból. Kamor volt az. Biztonságos távolban a víztől leültette a manókat a földre. Megállt előttük, és egy szót se szólt. Csendben nézték csak egymást, az öreg és a két manó. Utóbbiaknak bátorságuk nem volt megmukkanni. Kamornak pedig kedve nem volt ahhoz, hogy bármit mondjon. Inkább ment, elzárta a vájút, és visszaforgatta a helyére. A manók rögvest sutyorogni kezdtek. Látod, még el se ment, állapította meg Furmint. Te meg azért rendezted az egész ramazurit. Még hogy én, kérte ki magának Tramini. A te ötleted volt, hogy az ágyban akarsz mosdani. Jó, akkor most pedig az az ötletem támad, hogy kamornak is te fogod megmagyarázni ezt az egészet. Az öreget azonban legkevésbé a manók magyarázkodásra érdekelte. Bement a házba, hogy felméri a károkat. A manók szobája a tetőtérben, és végig a lépcső környéke síralmas állapotban volt. Minden teljesen elázott. A konyha javarészt megúszta ugyan, de az csak annak volt köszönhető, hogy a víz nagy részét elnyelte a sziklaterem. A varázsló törölközőkkel tért vissza a két vásott manóhoz. Törölközetek meg, utána pedig munkára, mind a ketten fogjatok vödröt, mondta ellentmondás nem tűrő hangon. Kelletlenül ugyan, de szót fogadtak. Együtt nyitották fel a csapóajtót, és nem valami örömteli látvány fogadta őket. Csak két lépcsőfok maradt szárazon, s azok alatt már nem is látszott más, csak a víz felszínén úszó rengeteg holmi. Most nagyon haragszol? kérdezte megszeppenten az öreg varázslót Tramini. Inkább szomorú vagyok, válaszolta Kamor. Nagyon szomorú. És igazából dühös is volt, nem is kicsit, de csak is magát okolta. Miért is hittem, hogy magukra hagyhatom a manókat? Tépelődését azonban magában tartotta, a manóknak pedig csak annyit mondott: Haragvással, mit semmire sem megyünk. Itt van a gond, amit meg kell oldani. Kihalászni és megszárítani mindent. Akkor miért nem oldod meg, kamor? Ügyes varázsló vagy, egy-kettőre rendbe rakhatnád. Kijöttél a csukott csapóajtón keresztül is. Csukott csapóajtó. Ismételt el halkan kamor az orra alatt. Sejtelmetek sincs, hogyan jöttem ki. Varázsdatta, hogyan másképp. Mondtál egy hókuszpókuszt, és kijöttél a falon. Vágta rá Tramini, ám a beszéde egyre halkult és lassult, mert az öreg szigorúan összevont szemöldökkel nézett rá. Tramini, én nem vagyok se tündér, se boszorkány, se kobold, sőt, még csak manós sem. Ember vagyok. Az igaz, hogy jól ismerem a varázs titkait – tudom, melyik mire használható, és azt is, hogyan lehet elkészíteni különleges főzeteket. Megtanultam használni a varázspálcát, de elsősorban az eszemet bökött a homlokára. Remélem, majd ti is megtanuljátok egyszer. Most viszont minden itt úszik a lábaink előtt.